Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Családőrzők című műsorunkkal jelentkezünk, mondhatnám azt is, hogy állandó szakértőinkkel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Pap Csilla mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénis szakembert. Én is köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen a vitáról és a veszekedésről beszélgetünk most már hetek óta, mert hogy ez egy nagyon fontos téma, és nagyon sok szituáció jött fel, amit érdemes volt megbeszélni. Kevesebbet beszéltünk arról, hogy kit vonhatunk be vitáinkba, érdemes-e bevonni mondjuk a nagyszülőt, vagy például a gyereket, vagy egyáltalán szabad-e dolgokat megvitatnunk mások előtt, ami egy nagyon fontos dolog. Legutóbb a nagyszülők körüli vitáról beszélgettünk, és mondtuk is azt, hogy erről majd még nagyon sokat kell beszélni, hiszen lehet konfliktus oka a szülőkhöz való hozzáállás is. Lehet bizonyos, különösen akkor, hogyha a nagyszülők nem kellő tisztelettel és távolságtartással közelítenek a fiatalokhoz. Azt én nagyon fontos dolognak tartom, hogy nagyszülőként, anyósként tudjam vállalni azt, hogy az én gyerekem nem egy csatolt fájl hozzám tartozó módon, hanem ő most már a saját önálló életét éli. A gyerekemet is tiszteljem annyira, hogy felnőttnek kezelem ebben a szituációban, és az ő választottját is tisztelem annyira, hogy felnőttnek kezelem ebben a szituációban, és ez azt jelenti, hogy én nem vagyok szupervizor az ő helyzetükben. Tehát nem én fogok eldönteni és megmondani bármit, és bármilyen szituációban megoldás lenni nekik. Az igaz, ha ők majd hozzám fordulnak segítségért, kérdéssel fordulnak, akkor én fogok nekik válaszolni, akkor el fogom mondani, akkor meg fogom tenni, amit meg tudok tenni. De amíg ők nem kérik, addig én nem szólhatok bele. Bárminnyire is látom azt, hogy adott esetben az én szempontomból nem jó irányba mennek, meg ugye én ezt, hogy nem jól nevelik a gyerekeket, mert azt úgy kellene nevelni, hogy azt közben... Ez esetben ne üljünk le vitázni akkor ezek szerint nem, velük. Nem, itt nincs vita téma. Akkor nagyon nehéz és éles a helyzet, hogyha a gyerek problémás gyerek, és különleges bánásmódot kér, és esetleg a nagyszülő nem ért vele egyet, és a nagyszülő nem akarja azokat a szabályokat betartani, amit a szülők konszenzussal vállalnak. Na most itt nagyon nagy veszélyforrás, konfliktusforrás, veszekedésforrás, bármi, de itt a gyerek egészségéről van szó. Tehát van olyan család, ahol tudom, hogy azért nem engedik anyoshoz, apóshoz, anyukához, apukához a gyereket, mert ők, mit tudom én, nem értenek azzal, hogy a diéta az a gyereknek fontos, és hogy az egy létszükséglet, és egy alapelem. Tehát ha ők ezt nem tudják betartani, és ezt nem tudják felelősen vállalni, akkor tényleg nem mehet oda a gyerek felügyelet nélkül. És aztán ezen lehet megsértődni, az teljesen mindegy, az irreleváns ebben a helyzetben. Az is igaz, hogyha én nekem valami elvárásom van a nagyszülők felé, és én szeretném, hogy ez így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, akkor én ezt kommunikáljam le okosan a nagyszülőkkel, és úgy kérjem meg őket, hogy érezzék, hogy ez a gyerek érdekét szolgálja. Például, ha nem nézhetünk tévét csak naponta 20 percet, akkor a mamánál se lehet másfél meg két és fél órát tévét nézni. Ha nem lehet az ágyba ugrálni este 10 órakor, akkor a mamánál sincs este ugrálás 10 órakor, és a többi. Tehát, hogy értsük azt, hogy ebben a helyzetben itt már a gyerek érdekeit kell képviselni. Akkor viszont hadd kérdezem tőled ezt, mert ugye ez jutott eszembe, hogy és mi van, hogyha úgy van a gyerek számára lefektetve a szabály, hogy a mamáiknál azt így lehet, itthon nem meg lehet. Hogy lehet? Akkor, hogyha ez a gyereknek a személyiségére nincsen rossz hatással, aha, és hogyha a gyereknek tehát a fejlődésére nincsen rossz hatással, tehát bizonyos keretek között a nagyszülő, hát ne viccelj, hát önnek az a privilégiumok, hogy csinálja, így van. Úgy csinálja, de itthon nem így van. Így és van. Akkor szerintem, mert csak ezt megtanulják a gyerekek, igen, hogy ez a mama üzemmód, ez apa üzemmód, ez anya üzemmód, ez tök nagyon jó. A másik dolog, ami így eszembe jutott még, ugye ez a nagyszülő viszony, hogy az após-anyós viszony, megint talán a pár felől kezelve, és ez azt gondolom, hogy sok konfliktusban is segítséget jelentett, legalábbis nekem sokat segített, hogy amikor valaki megmondja nekem a tutit, az a kérdés, hogy akkor erre hogyan reagálok. Tehát amikor a kedves mama, a kedves papa, vagy anyuka, apuka megmondja, hogy mit kellene csinálnom, beállok-e abba, hogy,
hogy ugye van egy ilyen szülő-gyerek szereprendszer, hogy akkor itt most ő megmondja, és akkor elkezdek vagy vitatkozni, vagy bemegyek alkalmazkodóba, és akkor úgy lesz, ahogy lesz. Vagy azt mondom, hogy eljátszom azt, hogy felnőtt-felnőtt, és akkor mondjuk azt mondom, hogy köszönöm, átgondolom. Mert ezzel nagyon sok a családon belüli feszültség, ez nagyon ügyesen le lehet keverni, hogy a mama-papa elmondja, ő boldog, hogy elmondhat, és megmondta, hogy szerinte a szeget oda kell ütni, és így, és akkor azt mondom neki, hogy köszönöm, átgondolom, hogy köszönöm, meglátom, hogy így csinálom-e, és akkor ő is nyugodt, hogy elmondta, én is nyugodt vagyok, hogy nem úgy csinálom, hanem úgy, ahogy azt én szeretném. Tehát azért gondolom, hogy ez is egy ilyen felnőtt gyerek viszony kérdése lehet egy szülő-nagyszülői helyzetben is. Azért a nagyszülőnek is, és a szülőnek is nehéz a helyzete. A nagyszülőnek azért, mert az emberek, ahogy öregednek, lássuk be, érzékenyebbé válnak. Viszont nézzük a szülők helyzetéből az egészet. Főleg, hogyha a nagyszülők mondjuk elváltak, akkor van egy család az apa fölött, van még egy család az apa fölött, aztán akár lehet ugyanúgy két család az anya fölött is, az már négy nagyszülőket jelentő család, és a szülőknek ezt egyeztetni kell. Most kérdés, hogy ezt meg tudják-e vita nélkül beszélni és megoldani, hogy egyformán állunk hozzájuk, egyforma időt töltünk mind a négy fölöttünk lévő családdal, vagy különbséget teszünk, hogy legyen, hogy nem legyen. Tehát nincsenek ők könnyű helyzetben. De még ha nem is váltak el, akkor is simán előfordul. A legklasszikusabb, ugye nem vagyunk olyan nagyon-nagyon messze karácsonytól, hogy akkor most kihez menjünk karácsonykor, és hogyan menjünk karácsonykor, és kinél mennyit töltsünk időbe, úgy, hogy ő se sértődjön meg, és közben nekünk is legyen egy saját karácsonyunk. De lehet ezer másféle a születésnaptól kezdve mindenféle egyéb ünnepet ide behozni, hogy akkor ezek az egyensúlyok. És szerintem azt gondolom, hogy itt is ez a kérdés, hogy ez a mi, mint család, hogy gondolkodunk magunkról. És az, hogy ők megsértődnek, vagy nem, hisztiznek, vagy nem, hát most lehet, hogy szívtelennek, vagy nem tudom, minek tűnök így ezzel, de hogy igazából nem az a lényeg az, hogy mi hogyan vagyunk. És azt majd ők dolgozzák föl, tehát hogyha nem nőttek föl ahhoz, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők elképzelik, hát abból úgyis mindig hiszti, megveszekedés, meg sértődés lesz, meg mutogatás. Ugye, és akkor ő náluk fél órával többet tudtatok lenni, mi nem vagyunk olyan fontosak nektek, pedig mennyit mindent csináltuk. És akkor ugye szorozzuk fel az elvált nagyszülőkkel, amit mondtál, és ugye igen, nagyon sok helyzetben van olyan, hogy ugye mindenkinek van egy volt felesége, egy volt férje, és ugye a gyerekek közösek, tehát két talomból négy szülőpár, és nagyon bonyolult, és ugye nagyon sokszor például ismerek olyan családot, ahol mondjuk egy volt feleség folyamatosan áskálódik, és folyamatosan manipulálja a gyerekeit, hogy nála legyenek többet, akár a karácsonynál maradva, vagy bármilyen ünnepnél maradva, és a gyerekek már meghasonlanak, mert már nem tudják, hogy most kihez menjenek, mert nyilván szeretik az apjukat, az édesanyjukat, és szeretnének mindenhol lenni. És hogyha ez ugye duplikálódik, mert mondjuk a másik elvált nagy szülőpárosnál is van valamilyen konfliktus, tehát ezt tudjuk fokozni az egekig, akkor tényleg a gyerekek, a felnőtt gyerekek is áldozatokká tudnak válni. Ilyenkor eltávolodnak el mindentől és mindenkitől. Tehát egy idő után, hogyha gazdasági érdek az, ami ezt mindent felülír, de ha ez nincs, akkor általában eltávolodnak, mert azt mondják, hogy különben egy olyan káoszba csúszik bele az én életem, amit nem fogok tudni megtartani. Tehát akkor ők hátralépnek kettőt, és akkor azt mondják. De ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan éli meg a fiatal azt, hogy levált az anyától, apától, és nagyszülőként mi az, amit elvárok, vagy nem várok el a nagyszülőtől, és mi az, amit eltűrök, és nem tűrök el a nagyszülőtől. Ez nagyon érdekes kérdés. Ugye nekem gyakorlati tapasztalatom van, háromszoros nagymama vagyok, három gyerekes édesanyja, a legidősebb gyerekemnél van három gyönyörű fiú, értelmesek, okosak, csodálatosak, imádom őket, nagyon-nagyon szeretek minden pillanatot velük tölteni. Mégis azt gondolom, hogy pláne az én tudásommal, hát azért látom, hogy nem mindig minden a nagykönyv szerint történik. És akkor mi van? Semmi. Az ő életük, az ő dolguk. Én szépen hátraléptem kettőt, ha kérdeznek, ha segítséget kérnek, akkor teszem, ha nem, akkor nem. Nagyon büszke vagyok magamra, mindössze egyetlen egy kardinális kérdésben mondtam azt, hogy na gyerekek, most ezt muszáj végig gondolnunk, és akkor beszéljük meg együtt, mert látom, hogy ti nem tudtok dülőre jutni. Egyébként soha nem teszek erre irányulóan semmit, de vannak ugye a kisebb gyerekeim, és a kislányom volt rémesen aranyos, egyszer ilyen nagyon édes volt, azt mondja, anyu,
ha én elérek oda, hogy nekem gyerekem lesz, akkor nagyon szépen kérlek, ha valamit rosszul csinálok, tudod, hogy utálni foglak érte, tudod, de mondd meg nekem, de nagyon kíméletesen. Szépen, becsomagolva. Tehát, hogy és ez már arról tesz tanúbizonságot, hogy ő felnőtt. Tehát ő felnőttként képes ezt végig gondolni, felnőttként éli az életét, én tiszteletben tartom az ő felnőttségét. Igen, megkérdezem a környezetemben élőktől is, akik nem közvetlen hozzátartozóim, de közel állnak hozzám, baráti körbe tartoznak, szomszédok, nem tudom én. Ha látok valamit a gyerekeden, szóljak, szeretnéd, hogyha figyelnék rá külön? Mert meglátom akkor is, hogyha nem beszéljük meg, csak akkor legfeljebb nem szólok, mert nem az én dolgom. És igen, mondjad, légy szíves. Tehát, hogyha ezt kérik, akkor én mondom, ha nem kérdezik, akkor én nem mondom, mert én nem vagyok terapeuta 0-24-be a világ felé. Magamban persze, mert hát nem tudok levetkőzni, de nem is szeretnék. Viszont az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy bármilyen szerepem van, ha én most nagyszülőként vagyok jelen, akkor is tartsam tiszteletbe az unokát is, az édesanyját is, az édesapját is, meg magamat is. Tehát, hogy ezeket a határokat úgy kell kialakítani a családon belül, hogy mindenki érezze az elismertséget, a megbecsülést, az elfogadást és a szeretetet. Szóval anyósként felhívni a menyemet és azt mondani, hogy oly gyönyörűek voltak ezek a gyerekek, mikor karácsonykor jöttek, és nyakkendő, és öltöny, na, szóval értitek? Hát az ember elolvad. Hát adjam már oda ezt, és ne csak azt, hogy a francba koszos volt a cipője. Tehát, vagy még súlyosabbak, hallottam. Na jó, hát most igen. Érted, keres az ember. Én szerintem a nagyszülőknek adott az a kényelem, hogy megoldhatja azt, hogy ő tényleg csak a szeretetet és a kedvességet adja már lefelé. Neki már nem kell nevelni, a gyerekét már vagy megnevelte, vagy már régen rossz, már úgy sem fogja. Az unokát meg majd neveli a szülő. Így van. Tehát annyira jó szerepe van egy nagyszülőnek, csak ezt tudni kell megélni, és nem azt gondolni folyton, hogy nekem kell majd ott rendet csinálni, vagy nekem kell majd ott bármit hát megoldani. Egyszerűen feltétel nélkül kell szeretni. Én úgy gondolom, és ez egy nagyon jó, kényelmes dolog. Visszatérve a vita és a veszekedés kérdése, azt én már nagyon látom, hogy a nagyszülőkhöz való hozzáállás semmiképpen a nagyszülők előtt vitassuk meg, a fiatal pár, hanem ez egymás között egyezzenek meg, és már amit megegyeztek, azt kommunikálják, de azt hiszem itt az ideje, hogy behozzuk a gyerekeket is. Nagy hiba sokszor, legalábbis az én felfogásomban, aztán majd mondjátok, hogy ezek a viták a családban, az apa és anya között a gyerekek előtt zajlik. Beszabad-e vonni a gyerekeket vita a vitákba? Vita vagy veszekedés? Igen. Hát kezdjük a vitával, amiből aztán reméljük, jól csináljuk, és nem lesz veszekedés, vagy gondolom, lesz. Én azt gondolom, hogy a gyereknek a legfontosabb az, hogy biztonságba tudja magát. És az abból fakad, hogy látja a szülei szeretetét. Ebbe belefér az is, hogy összevesznek, és még akár veszekedés is van. De úgy, hogy mellette arról is van tapasztalata, hogy a szeretetüket is ki tudják fejezni. Mert óhatatlan az, hogy van olyan helyzet, amiben nem értenek egyet, hogy most fölemelik a hangjukat, hogy most... Ugye itt megint egy ilyen nehéz játék, hogy hol van az a határ, amikor még úgy ez úgy tud működni, meg hogy ki milyen típusú, mit hoz magával. De hogy ez csak az egyik oldala, mint ahogy hogy a másik oldalon is legyen tapasztalata, hogy a szüleim, hogy ki tudják fejezni egymásnak azt, hogy szeretik egymást, és a gyereknek erről is legyen tapasztalata. És akkor azt gondolom, hogy ő maga is ebből tudja megtanulni azt, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy kimutassam az érzelmeimet, akár így, és ebből nem omlik össze a világ. Tehát, hogy csak azt hiszem, hogy ha veszekedés van, akkor pont ez a nehéz benne, hogy ott eldurran az ember agya, és nem biztos, hogy arra fogod odafigyelni, hogy a gyerek előtt meg mit tudom én mi. De hogy én azt gondolom, hogy utána maximum abban lehet segíteni a gyereknek, hogy azt mondani, hogy anya és apa, tehát hogy elmondani neki, hogy ez a világ hogyan kerek világ, hogy mitől kerek. Ez szép volt. Hogy anya és apa most összevesztek, nem értettek egyet, most kiabáltak egymással, de hogy szeretik egymást. Ha normalizálódik persze a helyzet, és utána itt megint itt jönnek elő ezek a játékok, hogy hol tart például az a kapcsolat. És mi az, amiben a gyerek biztonságban tudja magát.
És ugye a vita kapcsán tanulja meg a gyerek a vitakultúrát, a beszédaktust, azokat a kommunikációs rítusokat, most a vitáról beszélek, nem a veszekedésről, de nyilván itt is életkori sajátosságainak megfelelően, mert nyilván egy egyéves gyerek ezt még nem úgy érti. Persze a hangsúlyból, meg egyéb nonverbális jelekből veszi, hogy ott valami feszültség van. De a veszekedés, az hallottam egyszer egy hölgyet, ő mindig azt mondta, hogy ne a gyerek előtt. Ez volt a jelmondata, ne a gyerek előtt. És tényleg ezt a nagy a veszekedést, amennyire elkerülhető, ne a gyerek előtt, és ne vonjuk bele, mert ugye a biztonság, amit mondtál. Tehát ő úgy éli meg, hogy jó, most mi lesz velem, hiszen anya és apa meccseznek, itt harc van, háború van, feszültség van, és akkor most hol vagyok én? Főleg, amikor apa és anya gyerek miatt vesznek össze. Na, ez a legédesebb. És a gyereken, igen. És a gyerek előtt. Onnantól a gyerek érzi magát felelősnek azért, hogy anyáik veszekednek egymással, és jó esetben nem bünteti magát, de rosszabbik esetben meg akár mondjuk elkezdi saját magát hibáztatni, rágni. Magára fognak belemenni és ezzel. Akkor így van. Ez egy nagyon durva belső játszmarendszer, ez családon belüli játszmarendszer. Ez a ne a gyerek előtt, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye régen mondták, hogy zsindely van a háztetőn, talán ti még ismeritek ezt a kifejezést, hogy a gyerek ne halljon bizonyos dolgokat. Nekem egy másik eset jut eszembe ennek kapcsán, de ide csatolódik, hogy beavanzsált egyszer hozzánk a foglalkozásra egy tűneményes, fekete szemű, Istenem, de imádtam azt a kislányt is, nagyon okos volt. És olyan bejött, és láttuk rajta, hát tudtuk, hogy válófélben vannak a szülők, és akkor láttuk rajta, hogy most azért ő nagyon-nagyon beleült abba, hogy jaj. És akkor kérdeztük tőle, hogy mi történt kicsim, és akkor mondja, hogy anya meg apa összekiabáltak, és szétmentek, képzeld. Tehát ahogy ő ezt meg tudta fogalmazni, hogy annyira gyönyörű, hogy ők egymással ott harcoltak, és akkor, hogy ők most és ő most ezt éli meg, hogy éppen szétmentek. Na most az a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek mindent érez, és nem tudsz olyat csinálni, hogy nem beszélem meg vele, és nem mondom el neki, mert a gyerek a feszültségeidet, az örömeidet, a szégyeneidet, a kétségbeesését mindent leolvas rólad. Hiszen sokkal előbb tanulja meg ezeket olvasni, mint a szavaidat megérteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem tudsz neki hazudni. Jó, de akkor mit csinálj? A saját szintjén kommunikáld vele, és mondd el neki, hogy mi történik, hogy ő értse, és minden kérdésére őszintén és tisztán válaszolj. Azon a szinten, amin ő ezt megérti. A fel nem tett kérdésről nem kell beszélni. Jó? Tehát a gyereknek ilyen helyzetben a kérdéseire őszintén és tisztán válaszoljunk. Miért nem kell a fel nem tett kérdésre? Mert túlterheled a lelkét. Ez pont olyan, mint a mese, amikor a szörnyű boszorkány nem tudom én mit csinál, ő azt nem fogja képben megjeleníteni, mert azt nem tudja feldolgozni. Ha nem teszi fel a kérdést, még nem tudja feldolgozni a választ. Ez nem azt jelenti, hogy ő benne nem munkál és nem dolgozik. De viszont, úgy dolgozik, hogy ebben a biztonságban. De úgy dolgozik, hogy ő biztonságban tud lenni. Így van. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Lehet-e vitatkozni a gyerek előtt? Nem csak lehet, kell. Még vele is időnként. Hát hol fogja megtanulni? Hát hol gyakorolja, ha nem otthon, nem azban a szintérben, ahol biztonságban érezheti magát, szeretetben, elfogadásban. Bizony, ezek a megküzdési technikák, copingok, ezeket úgy tanulják meg a gyerekek, hogy lemásolják, ahogy a szülők használják ezeket az eszközöket. Nem az alapján fogják megtanulni, amit mondunk nekik, hanem ahogy mi csináljuk, ő ugyanígy fogja csinálni. Aztán felnőtt korban majd vagy követi, vagy elveti, vagy csinál egy kombinációt, de az már egy másik kérdés. Gyerekkorban ő azokkal az eszközökkel fog dolgozni, amit a családból hozott. Ha ő azt látja, hogyha apának nem tetszik valami, oda vág az asztalra, és az csattanik, hogy megugrik a pohár, hát ő is oda fogja vágni az öklét az iskolába, az asztalra, abban legyünk nyugodtak. Meg otthon is. Meg otthon is. Meg otthon is. Megfogja a fejét, hogy így van, így van, így van. És tehát azért ezt tudni kell, hogy a gyerek az minket máshol, tehát olyan lesz, amilyen közeget mi adunk neki, mert ő abban szocializálódik, azt szívja magába, minden sejtszinten azokat fogja továbbvinni. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy most megmutatom a gyereknek, eltitkolom a gyerek elől, mert nem tudom eltitkolni előle, de annak viszont a felelőssége igen. Ha ilyen konfliktust megért a gyerek, akármilyen szinten, hogy az ő szobájából hallotta a csukott ajtón át, vagy jelen volt, vagy bárhogy volt, utána kutya kötelessége mind a két félnek együtt leülni és megbeszélni a gyerekkel, hogy mi történt, hogy segítsenek neki ezt feldolgozni. Hogy értse, hogy lássa, hogy igen, lehet késhegyre menő parázs vita abból, hogy
de annak az lesz a végkimenetele, hogy, és ezen az úton jutunk el oda. Tehát ha ilyen módon ez végig van vezetve, akkor a gyerek nem fog sérülni, és biztonságban érzi magát. És a vita mondjuk lehet, hogy veszekedésé ment, tehát lehet, hogy vita marad, de nem fejeződött be, fennáll a szülők között, és keresik a szövetségest a gyerekbe. Ennél borzalmasabb. Ez a legrosszabb, így van. Fel is az gyermek elleni bűncselekmény, amikor karnak vagy pajzsnak használják. Használják. Most érzelmileg nagyon érintett vagyok, és nagyon nehezen tudok erről beszélni, hogy megpróbálok. Persze, egy picit, hogy megnyugodjon. Megpróbálok lehiggadni. Tehát a kiszolgáltatott gyereknek a gyerek létével visszaélni, én szerintem ettől nagyobb bűn nincs a világon. Nincs. Ez nem hiba, ez nem vécs, ez bűn. És ez bűncselekmény. Most az, hogy ez éppen kiderül, vagy nem derül ki, az egy másik történet. De ha bármelyik szülő is fel akarja használni az ő gyerekét, akármire, hogy ezzel zsarolja a párját, a nagyszülőt, az akárkit, az a gyereknek azt üzeni, hogy te egy értéktelen kacat vagy, amit úri kedvem szerint bármikor, bármire felhasználhatok. Ez a gyerek felnőttként pont így fogja magát érezni. Meg jó eset. Vagy másolja és továbbadja. Vagy a szüleivel fog így viselkedni, amikor persze, mondja én az akkor, persze, hogy neki kéne gondoskodni, hogy a szüleiről akkor. Még hogy fokozzuk ezt a helyzetet, nyugodj meg, Zsuzsi, mert még dobok rá egy lapáttal. Itt adom a kezembe. Teszem azt, aki szövetségest keres a gyerekben, beszél a gyerekkel, és mond olyat, hogy azt mondja, hogy ne mondd meg apának, vagy ne mondd meg anyának, hogy ezt mondtam. Megtanítjuk hazudni a saját gyermekünket, ez erről szól. És ez még durvább, akárhogy is nézzük. Persze. Tehát itt konkrétan a gyerek van felhasználva aljas céljaink és alantas céljainknak az elérése érdekében, mert hogy én magam nem vagyok elég erős és elég határozott és elég következetes ahhoz, hogy én végigmenjek azon az úton, amin el szeretnék jutni A-ból B-be. Magam elé rájtom, mondom, hol pajzsként, hol karként ezt a gyereket. Ezt én nagyon gyakran mondom el, sajnos az életünkben elég sűrűn majd minden évben találkozunk egy-két olyan családdal, akik éppen most történnek kenyértörésre, és hogy ez hogy történjen. És azt szoktam nekik elmondani, hogy a legfontosabb dolog a válás során túl azon, hogy legyél egyenes és őszinte, hogy tudd, minden pillanatban tudd, hogy amit te cselekszel, azt a gyerek úgy rögzíti az archívumába, hogy azt nem lehet kitörölni onnan. Nem tud róla beszélni, nem tudja megfogalmazni, nem tudja a felnőttek szintjén kommunikálni, de biztos lehetsz benne, cirka 40 éves korába mindent fel fog neked mondani. Mindent. Tehát abban a pillanatban, ahogy ő beérik egy olyan szintre, a felnőttségében annyi tapasztalata van, olyan világlátottsága van, visszamenőleg rámer nézni arra, hogy ott és akkor mi történt, mindent vissza fogsz kapni. Ez nem lehet büntelenül ilyeteket. A gyerekkel való vita, illetve nehogy Isten veszekedés vissza fog még jönni később a műsorunkban. Néhány perc van hátra. És Készüljek rá fel legközelebb. Viszont néhány perc van hátra, és így a harmadik veszekedős műsorunk után azért csak felteszem a kérdést, hogy lehet elegánsan és megnyugtatóan befejezni egy vitát, vagy egy veszekedést? Nevetve. Igen. Vagy humorral. És összeülelkezve. Szeretettel. Hogyha meg tudom ölelni a másikat, vagy akár kezet tudok fogni, akkor szerintem már jó úton járunk. Az is szerintem, igen, ez jutott eszembe ez a nevetvéről, hogy amikor tudom, hogy mi az a másik, mi az az a szó, az a mondat, az a gesztus, ami a másikból kipukkad minden mérge, igen. Akkor azt gondolom, hogy azt, ha eléggé én már lehiggadtam mondjuk a veszekedésben, és úgy oda csípem, hogy oda dobom neki, akkor ez csak ő is így, és akkor ez csak kiderül, hogy igazából annyira felesleges volt az egész vitatkozás, mert vagy ahogy ő felfújta magát, vagy nem tudom micsoda, hogy akkor utána egy nagy nevet, és na, és utána jön az a pont, amikor összeölelkez, és akkor beszéljük már meg, hogy tulajdonképpen most mi volt ez az egész hülyeség itt közöttünk, ami most itt felfújtuk magunkat. Én azt gondolom, hogy ez is a másik ismeretének a kérdése, meg hogy én hajlandó vagyok-e ezt úgy elengedni, hogy rájövök arra, hogy igazából annyira felesleges volt ebbe az egészbe beleállni, vagy belemelni, vagy egyáltalán kezdeményezni, de ha, voltam. Ja. Bocsánat, de ha a feszültség kijött, akkor már célt értünk. Ha csak annyi történt, hogy az a feszültség feloldódott, akkor már teljesült az, aminek teljesülnie kellett.
Azt mindannyian megéltük már, hogy egy-egy veszekedés után az a bizonyos ölelés valahogy más, mint a többi. Bizony. Hát a feszültség után egy oldott. Bocsánat, Gábor atya. Mindannyian megéltük. De hogyha a gyerekkel veszekszünk, és van az az ölelés, ami más, úgyhogy... De viszont van, aki ezzel visszaél, tehát van, aki szereti ezt a kibéküléses pillanatot, és ezért szokott kisebb-nagyobb vitákat kirobbantani. Van ilyen? Hogyne. Igen, az egy izgalmas dolog. Ugye sokat beszélgettünk már arról, hogy egymás ismerete és önismeret. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy valami kis pét, kis izgalom, kis valami mindig legyen a kapcsolatban, ami ezt az egészet mozgatja, ami megtölti úgy tartalommal, ami olyan intimitásra ad lehetőséget, ami csak a miénk. Ami nálunk nagyon-nagyon értékes, ha ezek a dolgok egymás után így következnek, így hangzanak el, vagy így történnek. Tehát kell a játékosságot belevinni, és igen, az incselkedésbe el lehet odáig menni, hogy valamelyik fő, most aztán már, na, és akkor a másik boldog, mert végre szikrázik a szeme. Vagy, tehát érted, a két nem közötti szikra azért a szikra legyen. Maradjunk akkor most a békítő ölelésnél, és nagyon szépen köszönöm nektek a mai beszélgetést is, Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tolnyai Gábor atyának, és nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy most is velünk tartottak. Egy hét múlva újra találkozunk. Viszontlátásra!